Joachim Vujić, szentendrei szerb tanító, akit a szerb színház atyának is neveznek, 1813-ban a Magyar Színi Társulat színpadán a Rondellában vitte színre a Kréstalica, avagy Papagáj című darabot. Ez volt tulajdonképpen a polgári szerb és hivatásos színjátszás ősbemutatója. Ennek a jeles eseménynek állít emléket Radoslav Zlatan Doric, 3 éve elhunyt híres rendező és drámaíró, Csoda a Rondellában című darabja, melyet Ruszmark Milán és Pajtics Lazár rendezésében a Magyarországi Szerb Színház adott elő tegnap este a Budapesti Nemzeti Színházban. A történet az arról szól, hogy hogyan került színpadra, hogyan rendezték meg, hogyan sikerült színpadra állítani a Papagájt Joachim Vujicnak, de természetesen egy ilyen darab sokkal többről is szól, alapvetően magáról a színházról. A Magyarországi Kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma és a szerb országos önkormányzat mellett az előadást támogatta a vajdasági kormány is. Két évszázada azon az előadáson neves magyar színészek játszottak, ma pedig ezt a darabot a Nemzeti Színház vezetőségének nagy lelkű támogatásával ennek az intézménynek a színpadán mutatják be. Ez is bizonyítja a két nép hagyományosan jó kapcsolatát. A kortárs magyarországi szerb színjátszás egyébként még egy fontos kerek évfordulót ünnepel, hiszen Joachim Vujić szellemiségét és munkásságát folytatva 20 éve működik a Magyarországi Szerb Színház. Az előadásokat szerb és magyar nyelven játsszák, és nem csak Magyarországon, hanem határon túl is. Mi, akik itt élünk, ahol a szerb színjátszás, ahol elindult a Rondellából, én azt gondolom, hogy valamiféle felelősséggel bírunk, hogy méltóképpen megünnepeljük ezt az óriási jubileumot. A két jubileum alkalmából a Nemzeti Színházban egy a témához fűződő minikonferenciát és a 200 évet bemutató kiállítást is szerveztek.